Sziasztok! Én Tünde vagyok, én pedig Niki, és ez itt a Pontos Vesző. Veszőparipa. A mai videóban be fogjuk mutatni azokat a könyveket, amiket a könyvekkel a világ körül izlandi hónapjában, a decemberi hónapban olvastunk. Tartsatok velünk! A könyvekkel a világ körül könyvklub, az Tamara kezdeményezése, a Faltól pedig könyves vlog csatornáról, és ezt közösen visszük, szervezzük vele. Mi az izlandi szerzőkkel való ismerkedést, azt 2019-ben kezdtük meg, a Margó Fesztivál hatására, ahol ahol Jón Kálmán Stefánszon és Sigridur Hagalín Björnsdóttir is voltak vendégek. Nem ezekkel a könyvekkel, mert ezek azok már újabb könyvek. És akkor ezután olvastuk el az akkor megjelent könyveiket, ugye a Menny és Pokol trilógiát Jón Kálmán Stefánszontól, illetve Sigridur Hagalín Björnsdóttirtól pedig a Szigetet. És nagyon-nagyon szerettük, és nagyon-nagyon szeretjük azt a hangulatot, amit nem csak az izlandiak, de általában a skandináv vagy északi országoknak a szerzői így visszaadnak. Úgyhogy izgatottan vártuk, hogy újabb izlandi szerzős könyveket olvasunk, és hát, mint láttatok, természetesen volt benne most is Jón Kálmán Stefánszon és Sigridur Hagalín Björnsdóttir is. Nem tudom, hányszor kell még kimondanom ezeket a hármas neveket ebben a videóban, minden bizony, sokszor. És a könyvklubnak a közös könyve volt Jón Kálmán Stefánszonnak a Nyári fény, aztán Leszáll az éj című regénye, ami egy egészen friss megjelenés, és a Tipetex kiadónál jelent meg, Patat Bence fordításában. És erről egyébként volt Tamara. Nagyon vicces, hogy az összes könyv, amit az izlandi hónapban olvastunk, mind Patat Bence fordításában volt. Komolyan? Szerintem igen. Nézzük meg. Hát a szemszó az biztos, meg és akkor a az is. Ez most komoly! Ez most komoly. Oké, tehát ott tartottunk, hogy ez volt a havi közös könyv, és tartottunk is róla Tamarával, illetve Dórival egy live kibeszélőt, amit be fogunk linkelni. Úgyhogy ezt a könyvet, ezt értelemszerűen mind a ketten elolvastuk ebben, nem ebben a hónapban, hanem decemberben. Ez egy régebbi, 2000-es évek elején jelent meg ez a könyv eredeti nyelven először a szerzőtől, és talán ez is a legrégebbi azok közül, ami magyarul megjelent. És nagyon érdekes a szerkezetem, mert olyan, mintha egy ilyen, hát novella füzér lenne, vagy inkább összefüggő történetek füzére, ami mind egy izlandi kis falunak a lakói köré csoportosul egyébként, de mindegyik fejezet vagy kis történet az valamilyen más történet szára összpontosít, és persze vannak olyan szereplők, akik visszatérnek. Amit még tudni kell erről a könyvről, illetve általában Jón Kálmán Stefánszonról, de erre a könyvére különösen igaz, hogy nagyon töredékes általában a narrációja, illetve főleg az időkezelése. A legtöbb könyve az vagy nem is dolgozik, nem is próbál meg lineárisan dolgozni, vagy a linearitás látszata mögött azért mégiscsak egy töredékes és visszaemlékezésekkel teletűzdelt alkotás. És erre ez különösen igaz, főként, hogy ezek a különálló fejezetek sem időbeli egymás utánságban követik egymást. És a minden egyes alkalommal, amikor befejezel egy Jón Kálmán Stefánszon kötetet, akkor megfogadom, hogy majd a következőnél, vagy egy újraolvasásnál ott majd figyelni fogok, mert nagyon lírai nyelvezete van. Beszélj egy kicsit a Skáldskaparmálról, kérlek.
Megint, ez a te feladatod a Skáld Skálpjúről beszélni. Hát szóval van az izlandi nyelvben egy külön szó arra, a lírai prózára, ami rá nagyon jellemző, és nagyon jól egybe is foglalja, tehát ő igazából költőként kezdte a pályafutását, és úgy gondolta, hogy ezt a költőiséget nem fogja kizárni a prózájából sem, úgyhogy ez nagyon, nagyon jellemző rá. Úgyhogy nagyon sokszor csap át abba a próza, akár eseményeknek a közepén, vagy helyett, hogy a táj ihlette, vagy az emberek, vagy az emberi érzelmek ihlette, lírai gondolkodások, filozofálgatások történnek meg. És ez egy nagyon könnyen el tudja az embert vinni egy ilyen flow élménybe, én legalábbis ezt tapasztaltam mindegyik könyvénél, hogy olvasom, és annyira át lényegül a szöveg a fejemben líraivá, hogy az epikai vonatkozása, történetesen az, hogy van benne egy cselekményszál, az így átsúvan a fejemen, és annyira elkapnak az érzések a szövegtől, hogy a történések azok egyszerűen nem ragadnak meg. És már többször megfogadtam, hogy ezt nem fogom engedni, hanem oda fogok figyelni arra, hogy úgy olvassam olyan sebességgel, vagy olyan vissza-vissza a gondolásokkal, hogy megpróbáljam összekapcsolni az eseményeket, meg a sok szereplőt, ami mindegyik történetében előkerül. De mikor elkezdem olvasni a következő kötetét, ez már addig elfelejtődik a fejemből, hogy ezt határoztam el. Igen, úgyhogy ez egy ilyen újraolvasós terv egyébként, hogy amikor már az ember ismeri, hogy miről szól, nagyjából kik vannak benne, mire lehet számítani, akkor már szerintem úgy érdemes tényleg. De talán jó is így, hogy úgy olvasni végig, hogy ahogy ő ezt valószínűleg megírta, legalábbis ő nagyon azt mondja, hogy ő nem tervez előre, hanem így hagyja, hogy áradjon a szöveg, és szerintem, ha ezt ő így tervezte, akkor valószínűleg olvasni is érdemes először így. És attól egyébként nem kell megijedni, mert sokan vannak vele szerintem úgy, hogy nem annyira szeretik az ilyet, vagy nem érzik, hogy ez nekik való az ilyen típusú szöveg. És egyébként nem minden szerzőnek áll jól szerintem ez, de neki igen. Úgyhogy szerintem bátran lehet vele próbálkozni. Szerintem olyan ez a könyv, hogy mindenki megtalálja benne a maga kedvenc kis szálait, meg kedvenc kis karaktereit. Nagyon sok, tényleg, ahogy Niki is mondta, nagyon ilyen szerteágazó, de nagyon izgalmas történetek vannak, és néha nem az izgalmassága, hanem pont a hétköznapisága az, amitől nagyon közel tud kerülni az emberhez egy-egy ilyen történet. Nagyon érdekes a narrációja, mert egy olyan fajta narrációt választott, ahol ő maga része az elbeszélőnek, tehát hogy olyan, mintha a falusi emberek egy tagjaként mesélné el a történeteket, és emiatt van egy ilyen kicsit olyan érzés, mintha ott ülnél, és így bekukucskálnál egy-egy tanyára, vagy benéznél az ablakon, és akkor meglátnád az egyes embereknek az életét, vagy mintha a szomszédodhoz oda mennél, és akkor elmesélne neked egy pletykát. Összességében szerintem mind a ketten azt mondjuk róla, hogy nagyon tetszett ez a kötet, ami nem volt meglepő egyikünk számára sem, mert mind a ketten olvastunk már a szerzőtől könyveket, úgyhogy... Ha nem olvastatok még tőle, akkor a kibeszélőben volt egy olyan rész, ahol Niki nagyon részletesen elmondta, hogyha milyen szempontok alapján melyik Stefanson könyvet ajánlja első olvasmánynak. Igen. Úgyhogy azt majd nézzétek meg. Úgyhogy nagyon örülünk, hogy a Tipotex kiadó, illetve a másik oldalról pedig a jelenkor kiadó felkarolta Jon Kálmán Stefansonnak a munkásságát, és reméljük, hogy idén is fog érkezni tőle kötet.
Jelentőség teljesen nézünk a két kiadóra. A következő regényt, azt csak én olvastam ebben a hónapban, Sigridur Hagalin Björnsdottirtól a Szent Szó, ami a Cseh kiadónál jelent meg, és októberben jelent meg a Margó Fesztivál előtt, úgyhogy nagyon örültem, hogy még hogy be tudtuk szerezni, és mindenképpen akartunk ugye menni meghallgatni a beszélgetést, ami nagyon-nagyon izgalmas volt, és nagyon sok mindent megtudtunk a könyv születésével kapcsolatban, illetve hogy milyen ötletből indult ki ez az egész regény. Arról szól, illetve a főszöveg annyit mond, hogy van egy fiatal nő, aki az újszülött kisfia mellől eltűnik, és a család az ő öccsét bízza meg azzal, hogy keresse meg, merre lehet, és egy számára idegen helyen kezdi meg a kutatást, és szembe kell nézni a családnak a furcsaságaival is. És ez nagyon keveset árul el abból, hogy miről szól valójában ez a könyv, mert ugye a címe Szent Szó, és nagyon sokat foglalkozik az olvasással, és ezt azt mondta róla az írónő, hogy ugye ő egy újságíró, évekkel ezelőtt egy idegsebésszel készített interjút, és ott tudta meg, hogy az emberi agyban nincs külön rész arra, hogy az olvasást feldolgozza. Tehát igazából nagyon sok különböző rész van az emberi agyban, de arra nincsen egy különálló rész, ami ezt segíti, hanem magunknak kell létrehozni azáltal, hogy megtanuljuk, és olyan kapcsolatokat alakítunk ki egyes részek között, ami lehetővé teszi az olvasást. És ebből indul ki ez a regény. Nagyon sokat foglalkozik a diszlexiával, illetve akkor hallottunk szerintem először arról, hogy létezik olyan, hogy hiperlexia, ami a diszlexiának gyakorlatilag az ellentéte, és ez az, amikor valaki túlzott kapcsolatban van egy szöveggel. A könyvben ez úgy nyilvánul meg, hogy a főszereplő hölgy, aki ugye eltűnik, ő egyszerűen képtelen elfelejteni egy olyan szöveget, amit valaha olvasott, és hogy ez milyen nehézségeket okoz neki, ez is kiderül ebből a könyvből, illetve az ő öccse, az, akivel foglalkozik a könyv, aki viszont diszlexiás. Így az írásbeliségről ilyen szempontból foglalkozik, illetve azzal kapcsolatban, hogy milyen hatása van az emberekre, mint egyénre, illetve a társadalomra az, hogy tudunk írni, meg olvasni. Ezen kívül egy családregény is. Nagyon különleges az ő családjuk. Ezt is elmesélte az írónő, hogy egy félreértésből adódik igazából az ő családjuk, ahol is két anyuka neveli a két gyereket úgy, hogy a két gyerek az ugyanattól az apától van, de az apa nem tagja a családnak így aktívan. És hogy ez neki fiatal korában egy félreértés volt, hogy volt az iskolájában két gyerek, akik testvérek voltak, de más volt az anyjuk, és ő ezt valamiért úgy értelmezte, hogy így élnek együtt, és csak évekkel később jött rá, hogy ez nem így van, de hogy ez mennyire jó, mert ebből tudott születni egy ilyen érdekes ötlet. És egyébként a két anya is az olvasás révén kerül közel egymáshoz, úgyhogy ez is nagyon izgalmas szerintem. Így a téma szempontjából, és nagyon sokat foglalkozik a család kérdésével, az apa képnek a kérdésével, úgyhogy milyen apa kép nélkül felnőni a fiú testvérnek a szemszögéből azzal, hogy hogyan lesz, milyen férfi lesz valaki férfi minta nélkül, de nagyon sokat foglalkozik azzal, hogy hogyan tud egy nő önállóan gyereket felnevelni a szülés utáni depresszióval, meg van például nagyon-nagyon
hát rövid, de nagyon hatásos rész például olyan témáról is, hogy egy frissen anyává vált nő milyen kioktatásokat kap a környezetétől arról, hogy mit hogyan kellene csinálnia, és miért nem úgy csinálja igazából. Úgyhogy nagyon izgalmas ez a könyv, rengeteg téma van benne, és nagyon csodálatosan van megírva. A John Kálmán Stefánsson könyveivel ellentétben Sigridur Hagalinből az aktív teljesen máshogy ír. Ő nem ez a nagyon költői, hanem viszonylag egyszerű, de nagyon hatásos gondolatokkal vezeti a történetet. Mert egy újságíró. Mert egy újságíró, igen. Nekem az egyik kedvenc könyvem lett ez a tavalyi évben, és nagyon-nagyon megörültem annak, amikor rájöttem, hogy van még egy olyan regénye, amit még nem adtak ki magyarul, úgyhogy nagyon várom, és nagyon reménykedem benne, hogy esetleg idén. A cserkiadóra is jelentőség teljesen nézi. Amit még én olvastam ebben a hónapban, az egy non-fiction, mégpedig Andris Nair Magnusontól, az Időről és Vízről című könyv, ami a Gondolat kiadótól érkezett, az utolsó könyvvel egyetemben, és nagyon szépen köszönjük itt is. Most mondhatnám, hogy ez a könyv az időről és a vízről szól, és ez igaz is, de hogy ez egy éghajlatváltozásról szóló, elsősorban éghajlatváltozásról szóló, vagy ezt a kérdéskört körbejáró non-fiction könyv, de valóban egyébként az időről és vízről szól, és én nagyon meglepődtem, hogy milyen jellegű dolgokról van szó egy éghajlatváltozásról szóló non-fiction könyvben, mert például van benne interjú beszélgetés a Dalai Lámával, meg családtörténetek, és ilyen egyebek. Úgyhogy összességében nagyon jellemző erre a kötetre az, hogy személyes, abszolút személyes történeteken keresztül kapcsolódik ehhez a témához, és hát az időhöz, ahhoz például a saját családjának a történetén keresztül, a vízhez pedig izlandiként ugye leginkább a gleccserek és a folyók kapcsán, de egyébként, ugye, mint említettem, beszélgetett, készített mindenütt a Dalai Lámával is, összességében globális mértékben beszél az éghajlatváltozásról, nyilvánvalóan, mert az éghajlatváltozás egy globális kérdés, de hogy a személyes történetei is nagyon sok más helyre is kiterjednek a Földön, mert hogy jártunk már nagyon sok helyen különböző ügyekben. Nekem nagyon-nagyon tetszett ez a könyv. A végén sírtam. Nem feltétlenül azt gondoltam, hogy az éghajlatváltozásról szóló non-fiction könyvön fogok sírni, holott nyilván az éghajlatváltozás, meg az emberiség jövőjének a kétségbejtő volt, az egy nagyon szomorú dolog, de nem szomorúságból sírtam egyébként a könyvnek a végén, hanem egészen olyan David Mitchell-i befejezés se volt, és inkább katartikus volt az a sírás. Én nagyon-nagyon szeretném, ha ezt a könyvet minél többen olvasnák. Nekem nagyon-nagyon kicsi korom óta a szívügyem az éghajlatváltozással és egyéb nem a környezet és meg a föld védelmével, mert nem szeretem ezt, mert a föld az itt lesz akkor is, hogyha nem lesz az ember számára lakható. Szóval az emberiség... Mi? De a környezet az nem lesz. Valamilyen formátumban itt lesz a környezet is, ha már vannak olyan élőlények, amik túlélik, még az atomháborút de is. De a cicák... A cicák nem. Akik már most már kihaltak. Igen, de ahhoz, tehát hogy az élet nem válogat. Az élet az nem nézi azt, eddig is haltak ki élőlények rengetegszer. Az élet sosem kérdezi, az élet csak élni akar. De az, hogy mi szomorúak vagyunk amiatt, hogy mi hal ki, az nyilván az embernek szomorú. Ha az ember egy atomháborúban elpusztítja a Földet, akkor is pár millió év múlva megint lesz valami fejlett életforma azokból, amik megmaradtak. Nem megmaradtak. Szóval gyerekkorom óta nagyon szívügyem ezek a témák, és ezért
nyilvánvalóan nagyon fontosnak találnám, hogy minél több ember foglalkozzon ezekkel a kérdésekkel, mármint egyáltalán fejben. És nagyon érdekes egyébként, érdekes megközelítésből beszél erről is a könyv, hogy miért nem foglalkozunk annyira ezekkel a kérdésekkel, és hogy mi az a nagy zaj, vagy inkább egy ilyen információs fekete lyuk, ami így az embert manapság így körülveszi, és ami miatt azok az elképesztő, ilyen vészjósló tények, amiket folyamatosan a Föld, mint egy ökológiai rendszer jövőjéről hallunk, azok így elmennek az ember füle mellett. Ami még ilyen megdöbbentő vagy megrázó dolog, hát ugye elég gyakran, amikor skandináv szerzőktől olvasok mostanában, hogy most konkrétan ennek a kapcsán, hogy az ember azt gondolná, hogy ott van ez a gyönyörű Izland, és a turizmus arról szól, hogy az izlandi tájat megnézni a sok máshonnan érkező ember, és hogy azt gondolom, meg eleve ugye a demokrácia és az egyenjogúság és egyéb ilyen dolgokban nagyon élen jár az ország, és akkor szerintem nem vagyok egyedül azzal, hogy így van egy ilyen utopisztikus kép az ember fejében ezekről a skandináv országokról, de főleg talán Izlandról, abból a szempontból, hogy ott így, hát nem mondom, hogy zöldebb a füde, amúgy de bár talán is a zúzmó, meg a moha, de kolbászból van a kerítés, de hogy igen, hogy ott így minden tök jó, ott nincs korrupció, meg védik a természetet, mert sokkal jobban a szemükben van nyomva, hogy milyen fantasztikus, meg egyedülálló, és közben ugye nem, és nagyon megdöbbentő volt olvasni, hogy milyen olyan dolgok történtek akár az elmúlt pár évtizedben is, amikkel ilyen nagyon csodálatos, egyedülálló természeti értékeket pusztítottak el. Olyan tönkretettek egy tájegységet azért, hogy alumínium dobozokat gyártó gyárat rakjanak oda, és hogy ezek annyi, meg lecsapolták az ország fél mocsarait, ami amúgy azzal, hogy lecsapolsz egy mocsarat, hogy az összes lecsapolt izlandi mocsárnak a hatása arra, hogy az mekkora széndioxid bocsát ki, az több, mint a közlekedésnek, meg a gyártásnak a széndioxid kibocsátása. Ez nagyon durva amúgy. Tehát, hogy így ott is következetesen üzleti érdekek ugyanúgy érvényesülnek, és azok mentén ugyanúgy egy csomó mindent tönkre tesznek, meg rossz irányba mennek el, és ezt nyilván nagyon megdöbbentő olvasni, hogy még egy ilyen országban is, ahol egyébként ilyenek a politikai és üzleti és helyzetek, még itt is ez ennyire így működik, és ez nagyon szomorú. Azoknak is ajánlom, akik esetleg úckodnak a non-fiction-től, pontosan azért, mert személyes történetek formájában, és szerintem nagyon szórakoztató stílusban, és nagyon jól felépített módon beszél adott témákról. Tehát egyáltalán nem egy száraz olvasmány, és azoknak is bátran merem ajánlani, akik nem feltétlenül a Föld apokaliptikus végnapjainak a jövendőléseiről szeretnének olvasni. Nem szépít azon, hogy a tudományos eredmények mennyire vészjóslóak, viszont a sok személyes történet miatt egyrészt az lazít azon egy kicsit, hogy alapvetően érzelmileg mennyire megterhelő az üzenete a könyvnek, és ha valaki azon problémázna egy ilyen könyv olvasása közben, ami szerintem teljesen jogos, hogy oké, beszéljünk a problémákról, de ne a problémáról beszéljünk, inkább hanem a megoldásról. Van benne erről is szó, hogy mikkel lehetne próbálkozni, meg milyen irányba lehetne leginkább elindulni, meg még egy kicsit arról is beszél, hogy hol láthatók már annak a jelei, ahol próbálnak azokba az irányokba elindulni. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos könyv. És fun fact-ek a végére, hogy valami vidámabbról beszéljünk, mert miért ne beszéljünk egy vidámabb dologról, mint a Föld végnapjainak várható eljövetele. Teljesen le voltam döbbenve attól, hogy az ő családja és a felmenői között milyen emberek voltak, hogy így a felmenői között volt olyan ember, aki Amerikában lett egy sztár sebész, aki olyan embereket műtött meg, mint Oppenheimer, meg mint Andy Warhol,
meg még tettem egy csomó híres embert. A felmenői között volt olyan nő, aki Tolkienéknál volt gyerekvigyázó, hogy mondják? Babysitter. Jó, igen, mondjuk, hogy babysitter. Meg van olyan felmenője, aki gletszerkutató volt, van olyan rokona, vagy volt olyan rokona, aki azért küzdött egész életében, hogy a különböző krokodil fajokat megmentse a kihalástól, és nagyon-nagyon erőteljesen hozzájárult ahhoz, hogy jó pár faj az ettől megmeneküljön, és sokkal jobb legyen a veszélyeztetettségi helyzete, vagy már ne is legyen veszélyeztetett. És konkrétan elneveztek róla egy ős krokodilt, aminek a fosszíliáit az elmúlt, nem tudom, egy pár évtizedben találták csak meg. Szóval, hogy nagyon elképesztően menő emberek vannak az ő családfájában. És jó, meg ugye, mint mondtam, nem tudom, nagyon sok híres emberrel találkozott, beszélgetett a Dalai Lámával, tehát, hogy úgy érzem, hogy Andris Nair Magnusson egy olyan ember, aki fontos, és fontos dolgokat tud véghez vinni, meg van szava, és hogy ő tud változtatni a dolgok bizonyos folyásán, meg tud ráhatásra lenni a világnak. Úgyhogy ez, és hogy így, nem tudom, így időnként így néztem, hogy na de már, hogy még ez is, és egyébként tökre lehet, hogy még kihagytam egy párat, ami már így most nem jutott eszembe. Szóval nagyon-nagyon érdekes ez a dolog, és egyébként egyetlen mondatot kiemelnék egészen a végéből, ami egy utószó, amit már a 2020-ban valószínűleg egy többedik kiadáshoz fűzhettek hozzá, mert az első kiadás, ha jól látom, 2019-ben jelent meg eredeti nyelven. Tehát ezt már a Covid idején fűzték hozzá, és szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos tanulság, meg elgondolkodni való, hogy ahhoz, hogy megállítsuk az éghajlatváltozást, nem kell olyan szélsőséges lépéseket tennünk, mint amit a vírus kezelésekor tettünk. Úgyhogy ezzel szerintem elgondolkozhatunk. Az én utolsó könyvem Ödör Jóns Dottirtól volt a Nagy Roham. Ezt is a Gondolat kiadó adta ki. És az írónőről azt lehet tudni, hogy ő az unokája a nagy Nobel-díjas izlandi írónak, Halldór Laxnessnek. És ez már a sokadik regénye, de ez eddig a legnépszerűbb, ami megjelent, és sokat díjazták is. És arról szól, hogy a főszereplő, Saga, epilepsziás rohamoktól szenved már gyerekkora óta, de egészen hosszú ideig nem volt ezzel problémája, nem volt újabb ilyen rohama, és egyszer megtörténik, és az utcán, miközben vele van a 3 éves kisfia, aki közben eltűnik, és nagyon hamar megkerül a gyerek, ez a főszövegből is mind kiderül, viszont innentől fogva Saga nagyon kételkedik benne, hogy mennyire képes ő gondoskodni a gyerekéről, és mindenki más is a környezetében nagyon tele van kétséggel ezt illetően. És ami még érdekessége, és ez is szintén kiderül a főszövegből, hogy ezek a rohamok azt okozzák, hogy az emlékezetével nincs minden rendben. Tehát nem tudja, hogy pontosan mik történtek korábban. Nagyon sok olyan fontos dolog is van, amire nem emlékszik. Tehát például nem tudja, mi a munkája. Nem tudja, hogy a kisfiának van egy betegsége, és egyéb ilyen dolgok. Illetve semmiről sem tudhatja, hogy ami viszont emlék, az tényleg egy valós emlék, vagy csak az agya hozta létre. És ez vonul végig az egész regényen. Egyrészt titkolja a családtagjai nagy része elől, hogy nem emlékszik, és próbál rájönni, hogy ki is ő valójában. És közben pedig megismerjük a családját, akik
eleinte, mint segítők jönnek, akik próbálnak gondoskodni róla, de közben nagyon olyan érzésem volt, hogy ők mindegyik a saját magával foglalkozik igazából, és a saját szempontjából látja ezt az egészet, és nagyon érdekes családi kapcsolatok derülnek ki, és nagyon sok olyan dolog is derül ki az ő életében, amire nem akart emlékezni, ugyanis ezek a negatív emlékek hozzák elő főként nála a rohamokat, és ezzel kapcsolatban van a legnagyobb csavar a történetben, amit egészen a végéig tartogat az írónő, és ez egyébként szerintem egy nagyon jó koncepció volt. Nagyon érdekesen egyensúly az a regény egy bizonyos ponton túl, mert egyébként nem az egész, nem az elejétől kezdve ilyen, de hogy így a valóság és a képzelet között, a képzelet, mint az saját elméje. Ja, de hogy nem a kreált emlékei, mint képzelet, hanem olyan, amiről kapásból vágott, hogy ez képzelet. Hát igen, amiről mondtam neked, hogy egy ponton beszélget a nővérével, és egyszer csak azt mondja a nővére, hogy látogassuk meg a nem tudom milyen nénit, és mondja a főszereplő, hogy de hát ő már meghalt, és hogy mondja neki a nővére, hogy nem baj, mert az emlékeinkben bármikor meglátogathatjuk, és akkor elmennek, és meglátogatják a nénit, meg hasonló ilyenek. Meg olyan is van, hogy például a nővérnek az emlékeibe mennek, és megnézik, hogy mi történt, mert hogy van az ő családjukban egy nagyon szörnyű titok a múltjukban, amit elnyom a főszereplő, illetve nem is egészen biztos benne, hogy akkor mi az, ami igaz ebből, és mi az, amit esetleg ő kreált. Úgyhogy ezekkel a témákkal foglalkozik, és végig egy kicsit így homályban tartja az olvasót arról, hogy itt mi is a valóság, és ugyanígy tesz a végével is, elég homályos, de szerintem jól tud működni így ez alapján, hogy milyen az egész regény. És nekem egyébként tetszett, és nagyon érdekes volt az, hogy milyen titkok derülnek ki, és mellette viszont tetszett az is, hogy hogyan ír az írónő. Tehát nagyon tetszettek a képek, amiket használ, nagyon sokszor ő is a természetből veszi a képeket, például a magát az epilepsziás rohamot, azt ilyen vulkanikus eredettel, ilyen láva kitöréssel szokta, de például az is nagyon tetszett, amikor egy támadóhoz hasonlítja a rohamot, csak hogy itt a támadó az nem egy külső valami, hanem benne van az emberben. És egy-kettő dolog volt, ami annyira nem tetszett benne, ami nekem ilyen nagyon sokkolóan naturalisztikus volt, és mondjuk nem számítottam rá, de így összességében nem az uralja a regényt, úgyhogy tetszett. És akkor még így a végére, nem könyvet, hanem két sorozatot szeretnénk ajánlani, mert valószínűleg az izlandi filmművészet az kevésbé jut el a magyar nézőhöz, mint feltétlenül megérdemelni. Az egyik, amit most emlékeztünk el nézni, még igazából csak kettő részt néztünk belőle, de már nagyon tetszik a hangulata. Ennek, ha minden igaz, akkor a magyar címe az, hogy Rejtélyes jég, fönn van a Netflixen, és eredeti címén Katla, vagyis egy vulkán, ami ugye a sorozatnak a keretei között már egy jó ideje folyamatosan kitörőben van, és végig egy ilyen hamu borította izlandi tájon vagyunk, ahol elkezdenek előkerülni olyan emberek, így ilyen fura hamuval kevert valami sárral, vagy valami ilyesmivel borítva, akik régebben, hónapokkal, vagy akár évekkel korábban tűntek el, valahol ott a jégmezőn, vagy lávamezőn.
És még van benne egy olyan vonal is, ahol úgy tűnik, hogy egy olyan valaki kerül elő, aki amúgy se tűnt, mert létezik valahol máshol a világban, Svédországban. Úgyhogy ezelőre még nagyon ilyen mi a fene történik itt típusú dolog, de nagyon, nagyon tetszik a hangulata. Egyébként meg nagyon koncentrál a szereplőknek az egyedi, teljesen hétköznapi sorsára is. És hát olyan hangulata van, amit egy ízlelő sorozatot veszek bárna az ember, Ilyen nagyon szerintem. lassú, és melankolikus, és Igen. sötét, és nagyon jó. A Trapped című sorozat, és nem tudom az izlandi címét, az pedig egy ilyen nyomozós, krimis, thrilleres történet, ami igazából azért nagyon izlandi, mert szintén a hangulata miatt, hogy ilyen szinten lassú, és nagyon az érzelmekre koncentrál. A főszereplő egy elvált rendőr, és az ő családi kapcsolatai vannak a középpontban, amellett, hogy egy gyilkosság után nyomoz, és ami a fő eleme, hogy egy akkora hóvihar van, What a hogy surprise! az egész várost, kisvárost lezárják, és nem tudnak segítséget kérni, vagy hát nem tud megérkezni a segítség Reykjavikból. Úgyhogy trapped. És nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy hová vezet ez a sorozat. Közben így az izlandi táj meg, hogy vagy az egyik sorozat a hamu viharban, a másik a hóviharban játszódik. Ahogy erre eszembe jutott ez a kép, és ezt még szeretném megmutatni, hogy ez szerintem egy annyira ilyen megdöbbentő az, amikor az ember életképeket néz izlandi emberek hétköznapjaiból az izlandi tájon, hogyha nem egy városi környezetben nézed, mert hogy tehát, hogy egy 60-as években egy fiatal lány biciklizik keresztül az izlandi tájon, és így olyan érzésem van így elsőre tőle, mint vannak ezek az ilyen montásképek, ahol egy teljesen hétköznapi fotót valami régebbi korból összemontázsolsz valami teljesen oda nem illő űrbéli, vagy nem tudom, milyen tájjal, és ilyen fura dolgokat raksz rá. És ez is olyan, mert hogy így, főleg így fekete-fehérben nem látszik esetleg, hogy mennyire zöld valami, vagy nem. De hogy teljesen olyan, mintha egy ilyen holdbéli pusztaság lenne, tehát hogy az izlandi táj ilyen fotóháttérnek, az egy ilyen nagyon szokatlan nekünk, így számomra legalábbis Európa közepén élő embernek, az erdőhöz szokott tekintetiknek, meg itt is itt egy repülő is mögötte a nagy izlandi pusztaság, és ott is a repülő, meg a gyerekek is a nagy izlandi pusztaság. És az, ami csúnya dolog azt mondanom, hogy pusztaság, mert szerintem Izland csodálatos, ahogy kinéz, csak hogy tehát ezek ilyen nagyon ilyen elgondolkodtató képek, hogy mennyire más lehet a hétköznapjaidat egy olyan tájban élni, ahol így ezt látod, és hogy igen. Viszont az még eszembe jutott, hogy a vulkános sorozatban nagyon, nagyon szépek a tájképek, még úgy is, hogy ugye az egész hamuval van borítva, és sokszor olyan sűrű, ahogy a hamu kavarog a levegőben, hogy alig lehet átlátni rajta, meg ködös, de ettől függetlenül nagyon szépek az ilyen tenger, meg a sziklák, meg hasonló tájak. És még az jutott eszembe, hogy Sigridur Hagalin Bjørnsdóttirnak, ha már vulkános, akkor az a regény, ami még nem jelent meg magyarul, az vulkános. Úgyhogy javárom, hogy legyen. Köszönjük, hogy velünk tartottatok ezúttal is, és ha van kedvetek, akkor írjátok meg, hogy milyen izlandi szerzőktől olvastatok, vagy szeretnétek olvasni. És mindenkinek nagyon ajánljuk, hogy
olvasom izlandi szerzőktől, meg nézzen izlandi filmeket, sorozatokat, Izland jó. És ugye a januári hónap, az pedig a Norvégiának van szentelve, amiben a közös könyvünk a csodálatos Linn Skåber-nek a könyve Liza Aisató illusztrációival, hogy pedig a manék kézzel akarok kérni, felnőtt monológok lesz. Úgyhogy majd tartsatok velünk a norvég hónapban is, meg nézzétek meg Tamara ajánló videóit, mert ott is nagyon sok érdekes könyvet lehet látni. Erről a könyvről pedig majd a kibeszélőt, azt megírjuk, hogy mikor lesz, és ez a mi csatornánkon lesz majd. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, találkozunk legközelebb. Sziasztok!